gyere ide be. Takácsné Préssel Niki, szia, nagy szeretettel köszöntünk itt újra nálunk a műhelyben. Hurkapálcából fogsz kaspót készíteni, ezt jól olvastam? Hurkapálcával fogok dekorálni vázát, de akár újra használhatunk régi petpalackokat, vagy akár szörpös üveget, és akkor lesz belőle egy gyönyörű szép darab az interiőrbe, fel tudjuk használni frissen vágott virágra, vagy magába dekorálni. Vagyok, igen, mond. Hát csak azt, hogy ha nem lett volna már itt Niki nálunk, akkor valószínűleg kétkedve nézve, hogy na hát ebből kíváncsi vagyok, mi lesz, de te mindig nagyon érdekes ötletekkel jössz, és aztán nagyon jól kivitelezed a dolgokat, úgyhogy valószínűleg ez is tök jó lesz. Igen, és ez biztos valami idegesebb pillanatodban találtad ki, mert én minél kisebb dologgal kell dolgozni, hogy annál jobban koncentrál az ember, és annál gyorsabban lenyugszanak az idegek. Tehát én, hogyha nagyon idegbeteg vagyok, akkor gondolkoztam. Atomokat rakosgatsz. Nem, de mondjuk mágszemeket kéne kiszórni az asztalra, és azokat összeszedekedni. És egy ilyen mondás, ideges vagy, szedjél hagyját. Tehát igen. Nem véletlenül. Na, vannak rövidebb és hosszabb hurkapálcikáid, gondolom a rövidebb és hosszabb vázákhoz. Így van. És az nem gond, hogy ez a váza, ugye, hogy a széle nem egyenes, tehát hogy nem fekszik föl rá? Tehát ez elég, ha így érintkezik? Biztos vagyok benne, hogy Nikinek erre van valami ötlete. Hát minimálisan azért hajlanak ezek a hurkapálcák, és megpróbáljuk úgy ragasztani őket, hogy az alján fogjuk először elkezdeni ragasztani, illetve párhuzamosan a tetejénél is, úgyhogy Dóri, a kezembe vettem a ruhámhoz színben passzoló. Nagyon jó kis feladat ez. Ezek a tiéd, amikkel így egyébként járkálsz. Jóvatosan. Azért ilyen vázát hoztam, hogy fel tudjuk venni a vonalát, aha, és egy kicsikét játszunk még a hurkapálcáknak a játékával, és ezt majd Spárgával fogjuk elérni, hogy egy kicsikét alakítunk. Nagyon jó. Oké, mi a menete? Hogyan kell ezt elkezdjük? Méretre kell vágjuk? Mi az, amiben tudunk neked segíteni? Hát az nagyon jó, hogy a csapda? Tudok segíteni. Csapda? Hát szerintem a legnagyobb csapda itt az, hogy kibontsuk a hurkapálcikát ebből a ragasztóból. Ó, hát akkor ez. Egyébként nagyon egyszerű és gyors mindenki megoldása ezt mondja. Van. Mindenki ezt szokta mondani, én ennek már nem hiszek. Lehetőféleképpen ezt is készíteni. Például előre ugye levágjuk méretre a hurkapálcikát, vagy akár menet közben folyamatosan vágjuk. Mondom, fontos, hogy azért tehát az illeszkedés miatt, hogy elég pontosan legyen, ne legyen egyik magasabb vagy hosszabb, mert akkor nem lesz szép a végeredmény. Hát utólag azt mondja Niki, hogy tudjuk korrigálni. Attól hogy mit szeretnénk elérni. Az nagyon szépen mutat, hogyha egyforma a magasságú, de akár azzal is játszhatunk, hogy különböző magasságúra hagyjuk, és egy kicsiket ilyen játékosabb lesz a teteje. Jó, csináljunk ilyet is, olyat is. Na, számba vetted ki a szót. Visszateszem. Nagyon finom, köszi. Úgy át is adnám neked a kisebb vázát. Igen. És akkor a ragasztó pisztollyal a váza alján. Mutasd meg az elsőt, kérlek szépen, hogy tudjam, hogy mit csinálok. Ne hibázzak. A padavanyaidat avasd be, igen, mester. Nyomunk ide egy kicsit, próbálunk vele párhuzamosan föntre is, és hozzáillesztjük a hurkapálcikát. Az egy pervers dolog, hogy én szeretem az illatát ennek a ragasztó pisztolynak. Pedig egyébként nem feltétlenül kellemes, de... Kifejezetten kellemetlen, igen. Én most jól beleszippantottam, és felment az agyam, így ez volt a cél. Nagyon jó, elérted. Pervers. Okay, és akkor így elismerem. Szépen folyamatosan lehet rá ragaszgatni. Lényegében ez hasonló, hogyha emlékeztek arra a kis asztalkához. Igen. Csak ez egy kicsikét más funkciót fog. Ez idegbetegebb pillanatokra való. De mi olyan nyugodtak vagyunk, nekünk nem kell ez. Ez sajnos nem igaz. Én bár egy ilyen zen buddha ember lennék a kint a kertbe, de akkor az vagyok, amikor kint vagyok a kertbe, de egyébként... Ritkán vagy a kertbe. Ritkán vagyok a kertbe. Úgy érzem, hogy most már több egyszer próbálod itt kommunikálni, úgyhogy igen, mondjuk igen, ki. Igen, ez egy komoly trauma a számomra, hogy itt végre itt a jó idő, és nem tudok kijutni, úgyhogy most már ki akarok akkor menni mindenkit a kérünk, aki a Márknak munkát és elfoglaltságot ad, hogy hagyja abba. Nem mindenkit, mert azért közben nem baj, ha az embernek munkája is van, de... Na, de... akkor te az örök elégedetlen nem, vagy, megállapítom. Ez a nehéz az egyensúly szerintem, ez mindenki
Igen. Így van, hogy ez az egyensúly, hogy akkor pont annyi munkája legyen az embernek, hogy azért legyen elfoglaltsága, nyilván legyen keresete, de közben azért mégiscsak legyen ideje, szabad ideje is, és ez nagyon nehéz, hát nyilván te is ismered ezt a balanszírozást a kettő között. De hogy vagy azzal, mert én most ezen szoktam gondolkozni, hogy ugye mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a hobbingból csináltunk magunknak megélhetést és munkát, hogy te nem érzed, de úgy, hogy lassan egy új hobbi után kell nézned. Hát de, van ez a feeling, igen, hogy az ember... Hát, hogy munkává vált a hobbi, igen. És akkor most majd új hobbi kell. Én egyszer olvastam egy könyvet, mindig idézem, és most már utána kéne néznem, hogy mi volt a könyvnek a címe, ami arról szólt, hogy aki igazán boldog életet él, az egy élete során 4-5-ször is meg tudja valósítani ezt a körforgást, hogy kialakul egy hobbi, egy rajongás valamiért, amiből megélhetést csinálsz, és mikor ezzel megélhetés lett belőle, akkor utána új hobbit kezdesz, és azt fejleszted érdekes tovább. Te ezzel hogy vagy, Niki, gondolom, te se úgy indultál az életben, hogy hurkapálcából készítesz vázákat? Nyilván nem. Hát ez úgy alakult ki, hogy igazából volt otthon még hurkapálca, kéne vele valamit kezdeni, és akkor mi lenne, hogyha olyanra használnánk fel, hogy ezzel valami különleges struktúrát, megjelenést hoznánk létre. Ugye hurkapálcikával sok mindent lehet készíteni, de ez valami újra gondolás, és... Csinálsz akkor ilyenkor egy kísérleti darabot? Tehát kipróbálod, megnézed, működik, nem működik? Nem feltétlenül. Van, mikor csak így nekiesek, és akkor elkészül. Nem készülök rá hosszasan. Sokszor úgy jön egyébként az inspiráció, hogy tervezek enteriőröket, és akkor oda kéne valami passzoló, kiegészítő, de nem találok olyant az üzletekbe, ami oda passzolna stílusba, megjelenésbe, és akkor gondolkozok, hogy mit lehetne, ami oda tökéletesen passzol. És akkor ez alapján. Innen folytatjuk, mert úgy tudom, hogy hoztál is egyébként mutatóba ilyen enteriőröket, azokat majd meg is fogjuk nézni, de nekünk tovább kell lépnünk, mert hogy a környezetünk tudatosan rovatunk következik. És közben már egészen elképesztő módon itt egy teljesen új tárgy van kialakulóban. Érted, Nikit hagyjuk dolgozni, akkor ő szépen halad. Így van, most már eléggé jól látható, hogy hogyan fog kinézni ez a kis vázánk, dekorációnk. Nekiálltam már fönt eltüntetni. Kicsit. Szeretnél, ugye? Igen, szeretnél. Igen, kell. Szükség van rá. Mindig kell. Egy pöttynyit. Igen, most már ráadásul vannak ebből akkumulátoros verziók is, Dóra, úgyhogy azt lehet, nem kell rárakni a töltőre, hanem mindig lehet nálad. Ide még kérnék egy kicsit. És akkor ugye mindig jó az, hogyha el tudjuk képzelni, hogy hova kerül egy ilyen tárgy. Ide pont jól illene ez a váza ebbe a stúdióba, de mindig jó, hogyha el tudjuk képzelni, hogy pontosan hova szánsz egy ilyet, és ehhez hoztál képeket, ugye? Így van, igen, hoztam pár interior képet, amit én terveztem megrendelőknek, és például oda is nagyon jól bepasszintható, mert az anyag használat, a színvilág az egy kicsikét hozzá passzol, illetve van olyan interiőr, ami teljesen más, letisztult, és akkor meghökkentés képen is berakhatunk oda egy ilyen nagyon natur, természetes kis dekorációt. Te így mindig így állsz neki a tervezésnek, hogy akkor kérnek tőled egy ilyen enteriőrt, akkor elkezded nyilván az alapvető színeket végig gondolni, és akkor elkezdesz fejben gondolkodni, hogy milyen ilyen kis tárgyakat gyárthatnál abba a helyiségben? Elsősorban inkább az, hogy mindig legyen meg az összhang a anyagokba, színekbe, és utána jön az, hogy keresek, vagy hogyha nem találok, ugye, amint említettem, akkor tehát nem mindig te magad csinálod, hanem csak ha nem találsz. De ez nem csak egy nappaliba fér be egy ilyen váza, nem? Tehát, hogy simán elképzelhető. Még azáltal is, hogy egy kicsit védi az üveget ez a hurkapálcika, hogy mondjuk fürdőszobába tett.
Pontosan, igen. Ugye most nagyon divatos a fürdőszobákban az, hogy a natúrfát, a fahatású csempéket, járólapokat bevisszük, és akár kiegészítőként ott is használhatjuk, akár szintén vázának, vagy mondjuk sminkecseteket belerakunk, vattakorongokat megtöltjük, és már is egy... Milyen dekort kap még ez a váza? Nem kap már. Tehát, hogy a tetejére rákerült ez a kis párga. Arra vagy kérdés, hogy készen van-e már? Hát igen, szeretném tudni, hogy mit tervez még vele a Niki, mert így is nagyon jól néz ki. Hát még az aljára is kap egy kis párgát, ugye, hogy eltüntessük a kijövő ragasztót, és egy kis keretet adjunk neki. Úgyhogy ennél hát, már csak ennyi. Hát hagyjunk egy kicsit téged még egy kicsit alkotni és befejezni ezt a vázát, hogy meg is adjuk neked ezt a teret. Thank you.